A szeuli olimpia kétszeres aranyérmese azt mondja, hogy jó, de lehetne még jobb. Létesítménye kicsit alul vagyunk. Problémát jelent az, hogy nincsen központi bázisunk. Tehát rengeteg úszoda van, amit elsősorban a vízilabda és az úszó sportág az, akik rendszeresen használják. Az öttusa egy nagyon-nagyon kis cikkely ennek az úszoda használatnak a részére. Tehát igazából nincs olyan úszoda, ahol csak öttusázó lehetne. És azt gondolom, nincs egy olyan bázis, ahol mind az öt szám megtalálható. De ennek ellenére az élmezőnyben vagyunk, azt gondolom, hogy ez a szakmai munkát az jellemzi. És hát bízunk abba, hogy abba a sportág fejlesztésben, ami most a kiemelt sportágoknál megtalálható, létrejön egy olyan központi bázis, ahol tényleg mind az öt számot egyszerre tudjuk űzni. Az ökölvívó szakember szerint az utóbbi időben látványosan javult a helyzet. Szerencsére ugye most a magyar államtól kaptuk ezt a támogatást, és azt veszem észre, hogy egyre inkább sikerül az ökölvívó klubokat olyan szintre felhozni, ami egy nyugati-európai szint lehet. Ez nagyon fontos a sportág életében, hogy megfelelő infrastruktúrális körülmények mellett tudjanak felkészülni az ökölvívóink. Feljutott a csapat oda, ahol a legtitkosabb álmainkban reméltük. A legendás hokikapus szerint klubcsapatánál minden rendben van. A létesítményhelyzet az egészen kiváló és kimagasló. Bizton állíthatom, hogy Magyarország legkorszerűbb létesítményében vagyunk, és ad nekünk otthont a jégpalota, a negyedik kerületben Káposztásmegyeren. Már évek óta nagyon jó és szoros kapcsolata van a jégpalota vezetésének a Vasassal, tehát az a létesítmény ad nekünk otthont. Most már közelítünk a 250-es taglétszámhoz, ugye a felső két korosztályunk az osztrák bajnokságban, az Ebelben játszik, ifi és junior szinten is, alul is borzasztó erős, és nagyon nagy bázissal rendelkezünk. Nanjingi bajnokunk majdnem elégedett a létesítményhelyzettel. Én Pécsen úszok, ugye, és hát az úszoda az teljesen normális, és 50-es medencébe úszok, szóval az 50-es versenyekre fel tudok rendesen készülni. A 25-es az már kicsit más dolog, évvégén lesz majd rövidpályás világbajnokság, amitől egy kicsit félek is, mert a fordulóval van egy kis probléma, de hát ezt majd megpróbálom kijavítani. De egyébként teljesen normális körülmények között tudok készülni. Az ifjúsági olimpia hősnője hálás azért, amit kap. Azt hiszem, hogy mindennél van mindig jobb és jobb, de én megpróbálok maximálisan pozitívan hozzáállni, mert hiszen az edzőm és az edzők, az ottani, és persze az úszó szövetség vezetői, sőt, hogy tovább nem menjek, az egész sportág minden sportágnak a vezetői azon vannak, hogy megkaphassuk azt a megfelelő támogatást, és azt hiszem, hogy meg is kapjuk. Persze, mondom, mindennél van jobb, de én nagyon elégedett vagyok, és köszönöm a lehetőséget egyáltalán, hogy van hol edzenem, hogy kijutottam az olimpiára, és mindennek igazából. That's all what I want! I win! Repülnek a botok, jönnek a magyar játékosok, magasban a magyar karok. Hát, kedves nézőink, ez az, amit soha-soha nem tudtam elképzelni. Soha nem ismertem elképzelni. 1982 körül voltam először havas esőben, jégkorong mérkőzésen a kis stadionban, ott a Betonpritsen. Aztán egy évvel később egy fantasztikus hangulatú feljutás a C csoportból a B-be. De hát tudtuk, hogy oda meg pofozógépnek megyünk, úgy is lett. Aztán jött a politika, egy csomó utódállam és kilátástalan évek, és a 2002-es dánok elleni döntő, az is egy kilátástalan csata volt. Ez hihetetlen, és most mégis igaz. A magyar jégkorong arany generációja, Szuper Levente, Hetényi Zoltán, Omar Enafati, Szélig Viktor, Grös Tamás, Roger Holéci, Kovács Csaba, Svasznek Bence, Sille Tamás, Palkovics Krisztián, Ocskai Gábor, Artyom Vasznyunyin, Horváth András, Tokai Viktor, Peter Dímre, Vasmártól Ladányi Balázs, Kangyal Balázs, Fekete Dániel, Majoros Gergely, Benk András, Vas János és Pet Cortina persze. Hát nem tudom, nem, jó, hogy nincs több név, most nem tudom tovább sorolni. Nehéz beszélni is nagyon-nagyon nehéz.